Tavaly év a legjobb női munkahely külön díjával jutalmazták az önkormányzatot, most pedig a Családbarát Magyarország központ elismerésében részesültek. A díjat egy olyan intézkedés csomag alapján kapta meg az intézmény, amelyet a dolgozókkal együtt közösen hozott létre a hivatal. Hangsúlyozta a terv részleteit Éva 60 jegyzője. A már meglévő támogatásokon kívül, úgy mint a családalapítási támogatás, illetve a közeli hozzátartozó halála esetén járó támogatás bevezetésre került, még a házasságkötés esetén adható támogatás is. Kovács Éva hozzátette, hogy a kedvezményes üdülő használati jog továbbra is igénybe vehető, a gyermekek részére pedig táborozási lehetőséget is biztosítanak. A sportolást is támogatják, két hatvani edzőteremben lehet jegyeket vásárolni kedvező áron, és rendszeresen szerveznek csapatépítő tréningeket. Továbbá a hivatal a munkatársai részére a törvényben meghatározott pótszabadságokon túlmenően további pótszabadságokat is biztosít, gyermekszületése, közeli hozzátartozó halála, emberi reprodukciós eljárásban való részvételkor, illetve már házasságkötés esetén is. Kovács azt is elmondta, megtiszteltetés a Polgármesteri Hivatalnak a Családbarát Munkahely cím, és megköszönte a munkatársainak, hogy a közösen meghatározott értékrend szerint segítik fejleszteni és fenntartani a hivatal működését.